Operatőrök fotósok gyűrűjében érkezett az egyik győri szálloda dísztermébe a fideszes Dézsi Csaba András. Nem sokkal este 9 óra előtt derült ki, hogy ő nyerte meg az időközi polgármester választást. Azt mondta, új korszakot akar nyitni a város történetében. A borkai korszak után én szeretnék egy olyan Dézsi korszakot megnyitni a győri politikában, Győrváros életében, ami arról szól, hogy Győr olyan, mint egy virágos kert, amiben vannak gyomok, amiket ki kell gyomlálni, de újabb palántákat kell elültetnünk ahhoz, hogy ez a virágos kert ez még jobban virágozhasson. Dézsi Csaba András utalt elődje szexbotrányára, és arra, hogy azt az időszakot szeretné lezárni. Borkai Zsoltról és a győri közélet két meghatározó alakjáról a tavaly októberi önkormányzati választás előtt jelentek meg kompromitáló felvételek. Ezeken prostituáltak társaságában láthatóak. Bár a választást a fideszes Borkai Zsolt megnyerte, pár nappal később kilépett a pártból, majd lemondott polgármesteri tisztségéről. A vasárnapi időközi választáson alacsonyabb volt a részvétel, mint ősszel. A győriek valamivel több mint 42%-a voksolt. Az 58 éves kardiológus főorvos a szavazatok több mint 56%-át szerezte meg, 17-tel többet, mint az ellenzéki pártok közös jelöltje, a szocialista Porreisz Balázs. Az önkormányzati képviselő tegnap még arról beszélt, hogy a választás országos jelentőségű, és nem csak Borkairól szól. A választás után azt mondta, csalódott, de hajlandó együttműködni az új polgármesterrel, mert nyitott városházát és az önkormányzati szerződések ellenőrzését ígérte. Én meg fogom adni neki a lehetőséget, hogy tudjon együttműködni, és bízom benne, hogy ez így is fog történni. Mit érzek ezzel kapcsolatosan? Egy lehetőséget, hogy folytassuk ezt a munkát, hiszen azért 40%-nyi szavazat azért elég nagy felelősséggel és kötelezettséggel is jár. Borkai Zsolt lemondása óta Fekete Dávid alpolgármester vezeti a várost. Az új polgármester várhatóan 3 nap múlva veszi át tőle az ügyeket. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, a kormánypártok számára ez nem csak választás volt, hanem becsületbeli ügy is.